valójában legyen lehetőség tényleg arra, hogy szabályozott körülmények között adás, vétel, kezelés, üzemeltetés megtörténjen, és ami érdekes, én kérem, hogy a harmadik ajánlási pontot figyelmesen olvass el, itt arról szól, hogy az ingatlan befektetési társaság ad valakinek a részére vételi jogot. Na most, miközben az a joga megvan, hogy eladhat, tehát vehet, adhat, bérbeadhat, akkor miért ne adhatna, miért nem engedhetné meg azt, hogy vételi jogot köt ki valaki, aki egy ingatlant esetleg használ több éven keresztül, esetleg, uram, bocsá, érdekelt abba, hogy ezt még fejlessze beruházással a saját igényei szerint. Ez semmi másról nem szól, ez a hármas ajánlási pont, csak erről, hogy tegyük lehetővé az ingatlant használó számára a vételi jog lehetőségét. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két perces reagálása következik, Volner János, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is nagyon sajnálom azt, hogy a kormánypártok részéről az aggályainkat senki nem oszlatta el, és amikor a gazdasági bizottság ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetőjét, aki a törvényjavaslatot előterjesztőként, illetve a kormány részéről, bocsánat, véleményezőként kommentálta, és megkérdeztük tőle azt, hogy vajon elképzelhető-e, hogy ezek az ingatlan befektetési társaságok a jövőben a jelzáló hitelesek lakásait fogják tömegesen fölvásárolni Magyarországon, akkor nem cáfolta meg ezeket a szavakat. Tehát ez az aggály, ez a kormányzat részéről is fölmerült, csak nem aggályként, hanem reális alternatívaként. Én azt gondolom, hogy ezt azért illendő lenne helyre tenni. A másik, amivel egyetértek, amit itt Cserin képviselő társam megfogalmazott, és én magam is elmondtam az általános vita során, hogy ez bizony valóban az ingatlan piaci lufi kialakulásához vezet. Megjegyzem, hogy ha a kormányzat meg szeretné élénkíteni az ingatlan piacot, akkor talán ideje lenne belefogni a régóta elfeledett otthonteremtési programba. Ennek elvileg másfél éves megtérülési ideje volt a kormányzati tőkeinjekció kezdetétől fogva, tehát nem látjuk annak okát, hogyha a kormány 500 milliárd forintot el tud költeni MOL részvények vásárlására, akkor egy ilyen komoly nemzetgazdasági fellendülést okozó beruházásnak, olyannak, amely a foglalkoztatáshoz is jelentős mértékben hozzájárul, miért nem képes neki fogni. Én arra teszek még egy utolsó momentumként utalást, hogy akkor, amikor ezeknek a részvényeknek a várhatóan egyre emelkedő árfolyamát fogják majd a részvényesek figyelemmel kísérni, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy aki az ingatlan piaci lufit elindítja, az ideje korán ki tud szállni, fölismerve ezeket a jeleket, a kisbefektetők részére pedig az eddigi gyakorlat alapján is a veszteség fog csak maradni, hiszen ők nem fognak képesek arra lenni, hogy időben kiszálljanak ezekből a befektetésekből. Köszönöm szépen! Szintén két perces felszólalása következik, Sejrin Gábor, LMP. Köszönöm szépen a szót. Göndör képviselőtársamnak reagálnék gyorsan. Valóban igaz az, hogy a válság egyik ős oka a fedezet nélküli hitelek, de a válság meggyőződésem szerint el sem indult volna, de az biztos, hogy nem lett volna ekkora mértékű, méretű, és nem lett volna egyáltalán ilyen minőségű, hogyha ezek mögött, a hitelek mögött nem állnak ott azok a különböző formájú speciális befektetési alapok, amelyek alapvetően abban voltak kizárólag érdekeltek, hogy az ingatlan piacról származó jelzálók hiteleket értékpapírosítva, az értékpapír piacon ezeket értékesítve, ezekkel kereskedve gyakorlatilag spekulatív több hozamra tegyenek szert. Hogyha nincsenek ezek a spekulatív befektetési társaságok, akkor az egész válság nincsen sehol. Mert az egész természete az olyan volt, hogy ez generálta azt a tévhitet, minthogyha itt korlátlanul rendelkezésre álló erőforrások lennének, minthogyha itt újabb és újabb eszközök bevonásával lehetne finanszírozni amúgy valóban méretetlenül kockázatosnak tűnő és kockázatos hiteltermékeket. Tehát
nem elég az, hogy fedezet nélküli hitelek voltak, maga az ingatlan piac, illetve hát a mögötte lévő spekulatív befektetési alapoknak a szabályozatlansága és a szabályozatlanságban rejlő túlzott kockázatvállalásra való orientáció legalább ennyire fontos, de ennél inkább azt mondanám, hogy ennél fontosabb mozgatója volt és előidézője volt a gazdasági válságnak. Tehát én nem gondolom, hogy érdemes lenne pontosan akkor, amikor a nemzetközi gazdaságpolitikai diskurzus abban az irányba mozdul el, hogy minél jobban szabályozzuk le a pénzügyi szektort, minél jobban vonjuk ki a pénzügyi szektor különböző részéből azokat az intézményes ösztönöket, melyek a kockázatvállalás lehetővé teszik, akkor nekünk ebbe az irányba kellene elmozdulni. Köszönöm szépen. Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom. Megkérdezem Rogán Antal képviselőt, jelzi igen, megadom a szót, válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Igen, reagálni kívánok a vitában elhangzottakra, bár egy sajnálatos módon az általános vitának egy részét próbálták lefolytatni képviselőtársaim, és gyakorlatilag egyedül Göndör István képviselőtársam volt az, aki mondjuk úgy, hogy érdemben módosító indítványa szólt hozzá. Azt kell, hogy mondjam önnek, hogy, és itt most Göndör István képviselő úrra szeretnék reagálni, hogy nem véletlenül nem támogattam egyik módosítót sem. Ugye a REIT az egy szabályozott ingatlantársasági forma. És itt annyiban szeretnék visszatérni az itt elhangzottakra, hogy ennyi butaságot régen hallottam már összehordani, mint amennyit sikerült a másik két frakció képviselőinek. Volner alelnök urat egy valamire szeretném kérni, hogy olyasmit ne állítson, ami nem igaz. Nem kérdezte meg a gazdasági bizottság ülésén, mert én voltam az előterjesztő, hogy ebből vásárolhatnak-e majd Magyarországon lakásokat, mert akkor válaszoltam volna, hogy nem. Meg fogom keresni a jegyzőkönyvet. Úgyhogy szerintem majd azon keresztül eldöntjük ezt a vitát. Biztos, hogy nem kérdezte meg, mert én voltam az előterjesztő, ráadásul amúgy is szoktam vezetni az ülést, tehát válaszoltam volna erre a kérdésre, és akkor rögtön tisztázhattuk volna azt, hogy ez a felvetés, ez így ebben a formában komoly butaság. Másik oldalról az a spekuláció, ami itt elhangzott a felvetésekben. Mi lett volna, ha veszik képviselőtársaim a fáradtságot ahhoz, hogy egyébként megnézik, hogy mi az a REIT? Hogy működik ez a mondjuk Németországban, hogy a legközelebbi szomszédunkat említsem ebből a szempontból, ahol van, mit csinálott, miért hozták létre, miről szólnak az ezzel kapcsolatos viták, mert akkor rájöttek volna, hogy a REIT-nek az a célja mindenhol, ahol a nagy Európai Uniós tagállamokba létrehozták, hogy alapvetően azt a célt szorgalmazza, hogy a különféle offshore helyeken bejegyzett és azokban működő kedvezményezett adózású ingatlan alapok helyett, melyeknek a tulajdonlási gyakorlata áttekinthetetlen, kedvező adózási viszonylattal, nagy volumenben létrehozzon olyan hazai bejegyzésű, és jelentős részben hazai szereplők által tulajdonolt, elvégre a hazai tőzsdén kell bejegyezni, mint részvénytársaságot, csak hogy a spekulációra utaljak, olyan szabályozott ingatlantársaságot, amelyik ugyanazokat a viszonyokat lehetővé teszi, ugyanazokat az adózási viszonyokat lehetővé teszi, de a hazai szabályozási körülmények között jól áttekinthető és működőképes. Azért van ez egy volumennél szabályozva, mert ebben a volumenben ugye a brüsszeli bizottság nem engedi, hogy bizonyos adómértékek alá essen egyébként az adózás, és ugye az a megállapodás a nagy Európai Uniós tagállamok között, hogy ezt egy bizonyos volumen határ fölé viszik a szabályozottság érdekében, és ehhez a volumen határhoz igazodunk mi is, ezért nem tudjuk 3 milliárdra levinni, mert különben valószínűleg szembenézhetnénk olyan eljárással, amivel nem tudunk szembenézni, mert a németek, a franciák, az angolok ezt a vitát már megvívták Brüsszelben, és ebben a vitában ez volt a megállapodás, hogy ez nem lehet egy bizonyos értékhatár alatt. És itt szeretnék arra reagálni, hogy a REIT-ek működésüket tekintve, ha megnézik ezeket az ingatlantársaságokat, ezek Németországban is a legkiszámíthatóbb módon működő, leginkább áttekinthető, legkevesebb problémával járó társaságok, semmi közük az ingatlan spekulációhoz, főleg azért, mert nincsenek mögöttük fedezeti értékpapírok. Nincsen mögöttük olyan játék, hogy eladják egy másodlagos piacon a mögötte meglévő fedezeti értékpapírokat, ezt ugyanis nem tudják megtenni. Ezt lehetett megtenni azoknál a jelzálog hitelleveleknél a másodlagos piacon, ami aztán utána az angol szász világban alapvetően az ingatlan csődökhöz és az ingatlan problémákhoz vezetett. Ha ott ezt mondjuk REIT formájában végezték volna azokat az ingatlan fejlesztéseket, akkor ez kizárt lett volna. REIT-ek soha nem birtokolnak lakásokat. Általában
korábban a volumenüknél fogva is nagy volumenű ingatlanfejlesztéseket hajtanak végre. Nagyobb mértékűeket, hosszú távúakat, hiszen pontosan a hosszú távú megtérülés vezérli ezeket, a tulajdonlás vezérli, ezért van az, hogy nem lehet rá opciót alapítani, ugyanúgy a nemzetközi szabályozást hozzuk benne vissza, mert akkor az már valóban egy spekulációs forma lenne. A szabályozott ingatlantársaság az valóban szabályozott ingatlantársaság. Így működik, ezek a nemzetközi feltételei. Ha ennek utána néztek volna, akkor rájöttek volna, hogy valójában azok ebből a szempontból mondjuk a spekulációra lehetőséget adó formák, amelyek ma Magyarországon is működnek többféle értelemben, mert ezek a nemzetközileg elterjedtek. Gondolok itt azokra a különféle ingatlan befektetési alapkezelőkre, amelyek sajnos ebben a szempontból sokkal kevésbé áttekinthető módon működnek, még a beléjük tulajdont fektetők számára is, hiszen a befektetési alapkezelő azt csinál lényegében a tulajdonnal bizonyos körülmények között, amit akar. Ezzel szemben a szabályozott ingatlan társaság minden esztendőben tőzsdei felügyelet mellett áttekinthető módon mind a vagyonáról, mind a működéséről be kell, hogy számoljon, ugyanúgy, mint bármelyik nyilvános részvénytársaság. Ez sokkal inkább áttekinthető, sokkal inkább szabályozott formát hozunk be a magyar ingatlan piacra. Azt kérem, hogy ezt azért vegyék figyelembe akkor, amikor elmondják ezeket a sokszor mindenféle értelemben sületlenségeket. Őszintén sajnálom, mert ezeket nem hallottam a gazdasági bizottságon, nem tudtam személyesen jelen lenni, hanem egy képviselőtársam volt jelen az általános vitában, így nem tudtam én reagálni az általános vitában elhangzottakra, akkor is elmondtam volna, hogy ez azt gondolom némi utánjárással kiderülhet, hogy az, amit önök mondanak, az a spekuláció, nem pedig az, amit egy szabályozott ingatlantársaság végezhet majd. Némi utánjárással ezeket a spekulatív formákat el lehetett volna kerülni. És azt pedig most itt nagy léptékben lemerném fogadni, ha képviselőtársaim 3 év múlva bármelyik képviselőtársam tud nekem mutatni egy olyan szabályozott ingatlantársaságot, amelyik nagy volumenben lakásokat vásárolt Magyarországon, annak én fogok fizetni egy ládapezsgőt. De nem várom el ezt kölcsönbe, mert abban az esetben, akik ma ezt állítják, ha ezt kéne, hogy megtegyék nekem, akkor valószínűleg tele lenne a pince, és a következő 10 évben nem lenne gondom, vagy 100 évben pezsgőre. Nem lesz ugyanis ilyen egyetlen egy sem, tisztelt képviselőtársaim, mert ezt nem csinálják se Németországban, se Ausztriában, se másodtól ez a forma működik, nem véletlenül, mert nem erre van kitalálva, hiszen ez egy nyilvános részvénytársaság, amit a hazai tőzsdén kell bejegyezni, és kifejezetten nagy volumenű ingatlan fejlesztésekkel szokott foglalkozni, hiszen alapvetően a befektetők számára is ez, ami egy áttekinthető tevékenység, nem pedig a lakáshitelezés, nem pedig a lakásbérbeadás, hiszen ezzel nagy volumenű ingatlan cégként Magyarországon nem véletlenül senki nem is foglalkozik, ennek a kockázatai sokkal nagyobbak, lényegesen nagyobbak annál, mint amit mondjuk egy áttekinthető ingatlan fejlesztés jelent. Én azt gondolom, hogy ezzel valóban egy jó formát hozunk be a magyar piacra, és őszintén sajnálom, még egyszer kitérve az ajánlási pontokra, azt tudom mondani, hogy ezek közül az elsőt és a harmadikat alapvetően azért nem tudom támogatni, mert azt gondolom, hogy azok nem egyeznek a nemzetközi szabályozással, és problémákat jelenthetnének. A második pontot pedig azért nem tudom támogatni, mert én azt gondolom, hogy itt az összeférhetetlenségi szabályok biztosításának logikája van. Nem véletlen, hogy a nemzetközi szabálynál szigorúbb szabályt fogalmaztunk meg a bankok hazai tulajdonlásával kapcsolatban, pontosan azért, mert azt szeretnénk, hogy ezek tőzsdén keresztül működő nyilvánosan jegyzett részvénytársaságok legyenek, és a bankoknak ne legyen módjuk arra, hogy mondjuk ezekben nagyon gyorsan, rövid idő alatt nagy tulajdonrészeket tudjanak szerezni. Ezt leszabályoztuk ugye más pontjain, amiket itt nem módosítanak egyébként a módosítóindítványok, és pontosan ezzel összefüggésben hoztunk be összeférhetetlenségi szabályokat, amiket szeretnénk a legszigorúbb formában megtartani, ezért ezt a módosítót nem tudom támogatni. Megköszönöm képviselő válaszait, és a hozzájárul, mint levezető elnök, 3 év múlva esetleges pezsgő átadásának tanulja leszek, de abban bízom, hogy erre nem kerül sor, mert ezt tekintem az ország érdekének. Köszönöm szépen. A módosító javaslatról következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző, egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Rogán Antal, Koszorús László, Balla Mihály, Kara Ákos, Ák Péter, Fidesz és Pálfi István KDNP képviselők önálló indítványát T/3589-es számon, az együttes bizottsági ajánlás pedig T/3589/6-os számon kapták készhez. A bizottsági ajánlás összesen 8 ajánláspontot tartalmaz. Az előzőekben is elhangzott indokok alapján azt javaslom, hogy egy szakaszban folytassuk le
a vitát, kérdezem a tisztelt országgyűlés, egyetérte a javaslattal, készfelemléssel jelezzék, köszönöm, megalapítom, hogy az indítványt az országgyűlés elfogadta, és ezzel megnyitom a részletes vitát, és megadom a szót elsőként Szűcs Erikának, az MSZP képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Nemény András képviselőtársammal beszéltük meg, hogy az ő módosító indítványait én fogom képviselni, azzal a hátránnyal, hogy az általános vitán nem voltam itt, úgyhogy ha valami olyat mondanék, ami ott szóba került és megválaszolásra került, akkor ezért én előre is elnézést kérek. Nemény Andrásnak olyan elfoglaltsága van, ami miatt már nem tudott ezen a részletes vitán részt venni. A Nemény András által jegyzett frakciójavaslatok alapvetően arról szólnak, hogy nem tartjuk szerencsésnek a munkaügyi ellenőrzés kiterjesztését a béremelésre. Ennek a következményeit a béremelési előírásoknak vagy elvárásoknak a megsértése esetén túlságosan súlyosnak tartjuk, és a bírság nagyságát is. Vannak ennek gazdasági okai. Nem igazán célszerű ilyen módon beavatkozni a vállalkozások világába, kikényszeríteni, próbálni egy olyan béremelést, amelyre esetleg nincs fedezete a cégnek, mert hogy a cégek nyeresége, vagy nyereségessége, vagy fedezett termelő képessége nem egyenes vonalú felfelé ívelő. Bizony előfordulhatnak komoly mélypontok, ahol nem a béremelés, hanem éppen a túlélés a tét és a cél. És bizony a kormányzatnak az adóintézkedései nem feltétlenül hozták a vállalkozásokat teljes körűen abba a helyzetbe, hogy erre fedezetük legyen, hiszen az 50 millió forint alatti cégeknél a társasági adó csökkentése nem igazán volt érezhető, az a fölötti árbevételű cégeknél pedig az APEC kimutatásai szerint viszonylag sok a veszteséges cég, amelyiknél ugye ez a fajta adócsökkentés nem igazán értelmezhető. Nekünk az az érzésünk, hogy ez egy komoly kockázattal jár, hiszen ilyen súlyos fenyegetettség mellett a cégek az elbocsátás eszközéhez nyúlhatnak, de hogy a foglalkoztatás bővítésének az eszközéhez nem, és most a magyar kis vállalkozásoknak a nagyon-nagyon nagy számú köréről beszélek elsősorban. Tehát akikről egyébként úgy szoktunk nyilatkozni, hogy a foglalkoztatásnak a bázisai, akik nem 50-100 embert, hanem saját magát, 1-2-3 alkalmazottat foglalkoztatva jelentik a foglalkoztatásnak a széles talapzatát. Azt kell mondanom, hogy volt már egy olyan döntése a Fidesz kormánynak, az előző első Orbán kormánynak, amelyiknek azért a tanulságaival szembe kellene nézni, hiszen akkor a minimálbér egyoldalú csak a bér növekedésre koncentráló megemelése, anélkül, hogy a vállalkozások versenyképességét másfajta, például a most előterjesztett adminisztráció csökkentési és ezzel kapcsolatos, vagy ezt követő, vagy ehhez társuló költségcsökkentési intézkedésekkel karbantartották volna, bizony betetézte, felgyorsította és bevégezte a magyar vidéken, különösen az ország hátrányos helyzetű térségeiben bizonyos gazdasági ágazatok létét. Egyszerűen kipusztította azokat. Ugye most már itten 1-2-3 éve erőlködünk azon, hogy hogy lehetne különböző pályázatokkal és pályázati kiírásokkal a viszonylag alacsony hozzáadott értékű, de magas foglalkoztató képességű ágazatokat megerősíteni annak érdekében, hogy Magyarország foglalkoztatási problémáin segítsen. Tehát mi szakmailag mindenképpen a dolgot rendkívül aggályosnak tartjuk, és mondom, volt már egy ilyen lépés, igen súlyosak a következményei, azóta se heverte ki ezt a magyar vidék.
De van itt egy másik ok is. Azt gondoljuk, hogy ez az előterjesztés nem is korrekt. Nem korrekt azért, mert gondolom Rogán képviselő úr, aki kiváló felkészültségű szakember és igen jó kommunikátor, azt nem próbálja meg cáfolni, hogy az egykulcsos adó előterjesztésekor valamennyi ellenzéki párt, és aztán a parlamenten kívül a szakszervezetek, a szakma folyamatosan arról beszélt, hogy nem igaz az, hogy az egykulcsos adórendszer az adó jóváírás ilyen mértékű csökkentésével együtt mindenkinél jó lesz. Senki nem járhat rosszabbul. Hiába beszéltünk, ez süket fületre talált, majd rá kellett csodálkozni éppen Rogán képviselőtársunk kommandójának a munkája nyomán, hogy hát bizony az igaz, hogy nagyon jelentős számú munkavállaló, elsősorban az átlag és az alatt keresők, igencsak rosszul jártak. Egy számot mondanék, egy becslés vagy KSH közlés, de az átlag és az alatt keresők májusig 35 milliárd forinttal több adót fizettek be az idén, mint tavaly, az a fölött keresők meg 170 milliárd forinttal kevesebbet. Tehát igen komoly jövedelem átcsoportosítás következett be az átlagos és az alatt keresőktől a igen jól keresők felé, aminek a pozitív gazdasági hatásait azt nem érzékeljük, hiszen éppen tegnap a költségvetés vitájában kiderült, hogy a várakozások ellenére a fogyasztás nem nő, a foglalkoztatás nem bővül, és a költségvetés bizony, hát nincs jó állapotban. Ez az intézkedés nem tesz más, mint a kormány hibáját, annak a következményeit mással próbálja megfizettetni a vállalkozásokkal. Ezért mondjuk azt, hogy ez nem korrekt. Van ilyen kísérlet persze máshol is, hiszen a korábban vitatott közmunkánál is az van, hogy a drága, sok járulékos költséggel járó országos közmunkaprogramoknak az ellentételét meg lehet találni úgy, hogy fele bért adnak éppen a közmunkásoknak. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan politikai kármentés, amely a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásoknak nagyon széles körében komoly gazdasági problémákat fog eredményezni, és ennek a hatásai a foglalkoztatásban és a társadalomban is érzékelhetők lesznek. Ráadásul van itt még egy nagy probléma, hogy ez a kényszer mindössze egy komoly költség többlet, mindössze a nettó pozíció utolérését jelenti, tehát a vállalkozásoknál egy jelentősebb ráfordítás nem eredményez jobb hangulatot, elégedettebb munkavállalót, mert hogy a reálpozíció ez ettől nem javul, sőt, éppenséggel még mindig romlik. Ezen túl jövőre, meg azután is az adójóváírás kivezetésével ugyanerre lehet számítani. Tehát azt gondolom, hogy pontosan abban a vállalati körben, aminek a támogatásáról olyan sokat beszélünk, és azt kell mondanom, hogy intézkedések is születnek annak érdekében, hogy megerősödjenek, a másik oldalon ezeket az eredményeket visszaveszünk, sőt rosszabb helyzetbe hozzuk őket. Ezért tisztelettel kérem a benyújtókat, hogy gondolják nagyon végig ezt a dolgot, és legalább azokat a következményeket próbálják meg enyhíteni, ami a vállalkozások számára nagyon súlyos fenyegetettséget jelent, és egészen biztos vagyok benne, hogy ismerve valamennyire az üzleti világot és azt, hogy hogyan gondolkodnak a vállalkozások, nem az lesz a stratégiájuk, hogy két kézzel teljesítsék a kormány elvárásait, mert nincs hozzá erőforrásuk, hanem egészen másfajta folyamatok fognak elindulni, mint amit a kormány ettől a politikai kármentő akciótól vár. Hogy ha már nem lehet ebből visszakozni, legalább a következményeit fogalmazzák meg úgy, amely egy normális ösztönzést jelent, de nem ilyen súlyos fenyegetettséget, mert ez biztos, hogy diszfunkciókat fog eredményezni. Köszönöm szépen! Két perces felszólása következik, Seyring Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretnék reagálni, és egyben a hetes ajánlási pontban foglaltakat kétszeresen is aláhúzni. Ez a hetes ajánlási pontban a módosító javaslat az MSZP részéről
eltörölni a közbeszerzési tiltást. Ezt kiemelt jelentőségűnek tartom. Jól tudjuk mindannyian, hogy a közbeszerzések a maguk 1500-1700 milliárdjával az egyik legjelentősebb piac van Magyarországon, és ezen a piacon a magyar kis és közepes vállalkozásoknak az indulása az számos problémába ütközik, számos probléma érhető tetten ebben a szektorban, mely rendkívül mértékben nehezíti és rontja a kis és közepes vállalkozásoknak a helyzetét. Ezzel a húzással, hogy elkívánják tiltani a közbeszerzésektől azokat a KKV-kat, akik nem tudják kigazdálkodni, vagy nem tudják végrehajtani azt, amire önök sem voltak képesek, méghozzá azt, hogy a 300 ezer bruttó alatt keresők fizetése emelkedjen, ezzel egy hatalmas nagy pofont adnak a magyar KKV-k egy jelentős részének. Két út áll ezzel a magyar KKV-k előtt. Az egyik, hogy kirúgják az alkalmazottaik egy jelentős részét, vagy egy tetemes veszteséget kénytelenek elkönyvelni, hogyha megemelik a béreket. Ez az egyik út. A másik út pedig az, hogy nem teszik ezt meg, amire önök felszólítják őket, és akkor kizáródnak a közbeszerzési eljárásból, és ezzel a bevételük adott esetben egy jelentős részétől eshetnek el. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen rossz út, amit önök ezzel járnak, és egy teljesen rossz dilemma, ami elé a magyar kis és közepes vállalkozásokat állítják akkor, amikor velük akarják megfizettetni a saját teljesen elhibázott adópolitikájuknak az árát. Köszönöm szépen. Felszólásra következik Göndör István, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim és előterjesztő Rogán képviselő úr. Elsőként én is 4-es, 5-ös és 7-es indítványok mellett fogok érvelni. Az első, és nem ragozom tovább, amiről Szűcs Erika beszélt, hogy az a hihetetlen erős fenyegetettség, hogy benne van, hogyha munkaügyi ellenőrzéssel találkozik egy vállalkozás, akkor abban a pillanatban ennek ki kell terjednie arra, hogy a kormány által rendeletben megállapított összeget hogyan közelítette meg. De ha ez még benn is marad, mint ilyen, az ötös ajánlási pontban azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell oldani, és én azt ajánlanám az előterjesztőknek, ha nem úgy, hogy kiveszik ezt a bekezdést. Mert abban Rogán Antalnak igaza volt, amikor az általános vitát lezárandó azt mondta, hogy rosszul értik azok, akik bírságra gondolnak. Valóban nem volt bírság, de viszont van egy nagyon szörnyű mondat, hogy bármi történik a továbbiakban, akkor olybá kell tekinteni, hogy aki fönnakadt a szűrőn, az a bírság maximumát kapta meg kvázi. Na most ezek után azt gondolom, és ebben csak erősítem azt, amit Szűcs Erika mond, hogy az adófizetők, az átlag alatti keresettel rendelkezők, én azt vizionálom, hogy 2012-ben sem lesznek jobb pozícióban, mint 2011-ben. Tehát ennyiben ezt az egy mondatot visszahozom az általános vitából. Nem jó, ha a munkáltatóra nyomjuk át azt a terhet, amit a kormány az adópolitikája miatt, azt mondom, amit vesztenek a munkavállalók a kormány adópolitikája miatt. Szóval ez része annak a folyamatnak, amikor folyamatosan ellenségképeket kreálnak, és amikor nem a kormány veszi el, hanem azt mondja, hogy a munkáltatód nem adott elég bért. De gondolják végig, hát több mint 10%-os béremeléssel nem lehetett semlegesíteni az átlag alatti kereseteknél, csak azt, amit az adón buktak a munkavállalók. Tehát azt mondani, hogy csak azért, mert a kormány által okozott veszteséget nem kompenzáltad, ezért a bírság maximuma, és annak később minden jogkövetkezményét el kell viselned. Tehát azt gondolom, hogy ez így semmiképpen nem helyes, tehát célszerű lenne ezt a paragrafust törölni, és a hetedik, szintén Nemény András képviselőtársunk által benyújtott indítvány,
Igaz az a része, amit mondott Sejrin Gábor, hogy kizárja a kis- és középvállalkozásokat a közbeszerzés folyamatból, akkor, amikor nagy elképzelhető, hogy nem is sárosak, és hadd használjam ezt a kifejezést, de a törvényjavaslat nem ad semmi nemű kimentési lehetőséget, és én szeretnék hozni, és ennyiben ide citálni a tegnap esti vitából. Gondoljanak bele, hogy a népegészségügyi termékadó, amit ha mondjuk egy munkáltatónak le kell nyelni, mert veszít a piacon esetleg, vagy mert fizeti az adót, és ezért rosszabb pozícióba kerül, tehát használnám Szűcserék a kifejezését, tehát a piaci körülmények között egyszerűen a túlélésért küzd.